Líra Könyvklub az Inforádióban. A Tarandusz kiadó gondozásában jelent meg Abafi Lajos, a Szabadkő művesség története Magyarországon című kötete. A könyvről Kovács Attila Zoltánt, a Tarandusz kiadó főszerkesztőjét hallják. Abafi Lajos abban a problémában szenvedett, ha lehet így fogalmazni, hogy a nagy sikerű könyveit annak idején elsősorban németül publikálta. Ugye a 19. század derekának szülöttje, az alkotói időszak az a 19. század dereka, aminek a vége, tehát a 1900-ban publikált a Szabadkönyvesség története Magyarországon kötet, talán az utolsó szakmabéli, tehát a kultúrtörténeti munkája, a kötet elárulja azt a kronológiai és időbeli történetet, ha úgy tetszik, távot és perspektívát, amit a Szabadkönyvességről, pontosabban a Magyarország szabadkönyvességről tudni kell. Nagy megközelítésben a 18. század közepére kell visszautazni, vagy visszagondolni. Akkor alakult a Közép-Kelet-Európában a szabadkönyves pártok nyilván nyugati és tengeren túli mintára. Maga az Abafi könyv tulajdonképpen a 1750 és mondjuk a kiegyezés kora, tehát 1867 közötti időszakot taglalja, annak igen beható és részletes elemzését adja, miközben folyamatosan kikikacsint a nyugat-európai párhuzamokra. Abafi Lajos, a Szabadkő művesség története Magyarországon című könyvéről Kovács Attila Zoltánt, a Tarandusz kiadó főszerkesztőjét hallották.